Köszöntöm a Szentendre ma nézőit! Elsőként nézzük mai adásunk tartalmát röviden. Városi séta. A szentendrei zsidóságra emlékeztek a résztvevők. Skanzen. Szent Iván napját ünnepelték a Szabadtéri Múzeumban. Gyerekteátrum. Jazzzenét hallgathattak a kicsik a hétvégén. Sétát szervezett a Magyar-Izraeli Baráti Társaság Kulturális Egyesület Szentendre Dunakanyari szervezete vasárnap városunkban. A rendezvény célja az volt, hogy emlékezzenek a szentendrei zsidóságra. A Magyar-Izraeli Baráti Társaság Kulturális Egyesület célja a hagyományőrzés. Több programot is szervez az egyesület tagjai számára, minden évben megemlékeznek a holokauszt áldozatairól a Szántó Emlék és Imaházban. Most vasárnap egy rendhagyó sétára várták az érdeklődőket. Most folynak a kutatásaink, amelyek szeretnének többet is megmutatni az ő életükből, mint azt az egyetlen márványtáblát, amit ma Szentendrén a Szántó Emlék és Imaházban lehet látni az áldozatok neveivel. Szeretnénk, hogyha ez a mai sétánk azt mutatná, hogy hogyan éltek, hol éltek, hogyan éltek, kik éltek itt Szentendrén zsidó polgártársak, akik elfeledett szomszédaink. Innen indulunk a hévvégállomástól, hiszen itt volt az a szomorú helyszín, ahol befejezte a szentendrei zsidóság az életét, vagy legalábbis a nagyon-nagyon nagy többségük, innen vitték el őket vagonba zárva. De azért indulunk innen, mert azt szeretnénk, hogyha nem ez volna, ami rányomja a bélyegét, hiszen ez már egy megtörtént, befejezett múlt. Hanem azt szeretnénk, hogyha végigjárnánk innen a hévvégállomástól a Kossuth utcát, Petőfi utcát, Dumcsa utcát, a főteret, egész a szántóházig, és megnéznénk azokat az épületeket, ahol a zsidók, néhány zsidó lakott, akikről már megtudtuk, hogy ők ott laktak, a kutatásaink, levéltári kutatásaink alapján, és eljutnánk a főtérig, ahol néhány fénykép is van arról, hogy hol voltak a különböző üzletek, amelyeket a helyi zsidók működtettek. És az a célunk, hogy az itt ma itt lakó szentendreieknek behozzuk a helytörténet ismereteinek a széles spektrumába, hogy itt zsidók is éltek, a szerbek, a dalmátok, a magyarok és mások mellett. Ez egy rendhagyó séta, mert a séta tulajdonképpen az életre akar emlékezni. Innen indulunk, ezt majd el fogja mondani a túravezető is, ahonnan az emberek a deportálásba, halálba indultak, és visszafele megyünk, hogy végig tekintsük azokat a lépcsőfokokat, ami az élethez, a város életéhez kapcsolta őket. És nagyon remélem, hogy nem csak az egyesület tagjai, hanem egyéb érdeklődők is eljönnek, akik Facebookról, újságból, innen-onnan barátoktól erről információt szerezhettek. Ez lenne a fontos, hogy a város közönsége is megismerje ezt az életformát, ezt a valaha volt népességét, lakossági csoportját a városnak, akikből ma már sajnos nagyon kevesen maradtak. A zsidóság létszáma a 20. században a szentendrei lakosság közel 4%-a volt. A vasárnapi túrát Klein László könyvtáros vezette. Innét a hévállomásról, ahonnét 70 évvel ezelőtt deportálták a zsidókat, innét indulunk visszafelé egy olyan szimbolikus időutazást, ahol az életüket próbáljuk megjeleníteni a séta résztvevők számára. Úgyhogy elmegyünk az egykori zsinagógához, imaházhoz a Petőfi utcába, aztán utána ott mellette a Jókai utca, Dumcsa Jenő, Kert utca környékén volt a kijelölt gettó, azt megnézzük, és akkor utána a Dumcsa Jenő utcán fölmegyünk a főtérre, ott pedig megnézzük, illetve megemlékezünk az egykori zsidó üzletekre, Liechtenstein Simonnak a vegyes kereskedése, ott volt a Weisli Portéknak az üzlete, Löbl kereskedőnek a kerékpár üzlete, illetve javító is volt, Hacsek Béla fényképész, a Perlusz Hentes és Mészároséknak is ott volt, úgyhogy ott a főtéren elég sokan voltak. Aztán az Alkotmány utcán átmegyünk a Szántó Emlék és Imaházhoz, ott megnézzük a kiállítást,
és ha nem fáradtak el a séta résztvevői, akkor tovább még a Hold utcába, a zsidó, egykori zsidó temetőhöz, odáig is elmegyünk. Ezek a lakosok szerves egységben éltek a város többi polgárával, nagyon jó hangulatban és együttműködésben, illetve fontos szerepük is volt kereskedőként, értelmiségiként, ügyvédek, orvosok voltak köztük, adószakértők, illetve magánhivatalnokok is, és egymást munkáját segítették, illetve gyakran felkeresték őket. Aztán ez az 1940-es évek elejétől valahogy radikálisan megváltozott, és hát, hogy ki mindenkinek volt ebben szerepe, azt lehetne hosszasan részletezni. Sajnos sokan félrenéztek a város lakosai közül, voltak, akik aktívan segítették a zsidók elhurcolását, és voltak néhányan kevesen, akik próbálták menteni őket, segíteni, és azt gondolom, hogy ahhoz, hogy a mai történelmünkkel tisztában legyünk, ezt mindet el kell mondani, hogy ilyen volt a város múltja, vádaskodás nélkül, egyszerűen tényekre alapozva. A szervezők remélik, hogy hagyománnyá válik városunkban a szentendrei zsidóság emlékére rendezett városi séta. Hét skandináv és balti állam részvételével ünnepelték meg a hétvégén Szent Iván napját a Szentendrei Szabadtéri Múzeumban. A jó idő nagyon sok látogatót csalogatott ki a skanzenben. Tavaly tartottak először Szent Iván napi rendezvényt a skanzenben külföldi országok részvételével. A cél, hogy a magyar hagyományok mellett megismerjék a látogatók más országok szokásait is. A Szent Ivánének azt, hogy mondjam, hogy ez a második éves hagyománya itt a múzeumban, hiszen magyar Szent Iván napi hagyományaink is vannak, elég hasonlóak a skandinávokhoz, ugye a leghosszabb nappalról van szó, amikor a tűzugrás az egyik szent kötelesség, már csak azért, mert hogy a tűznek ilyenkor gyógyító ereje van, attól, hogy olyan gyógynövényeket dobnak bele, amelyek ilyenkor gyógyító erővel bírnak, ez egy mágikus, mítikus időszak, amihez leginkább emiatt kapcsolódnak szokások, hagyományok. Különbség többek között az, hogy a májusfát, úgynevezett maypole-t, itt maypole-nak hívják, ezt a svédek ugye a Szent Iván napján, vagyis június 24-én táncolják ki, ezt mi sokkal hamarabb megtesszük Magyarországon. Tehát sok hasonlóság és különbségek is vannak azon a tradícióban. A lényeg a leghosszabb nappal. Magyarországon ennek a tradíciónak már nem tulajdonítunk ekkora jelentőséget, Skandináviában és a balti országokban igen. Aminek az a lényege, vagy az a különbség, hogy ott ez tényleg nem csak a leghosszabb nappal, hanem ilyenkor le sem megy a nap, és ahogy egy nagyon hosszú tél következik, illetve hosszú a tél Skandináviában, rengeteg sötétséggel, a nyári időszakban viszont tényleg rendkívül fényes nappalok vannak, és a fényt ünneplik, hiszen magát a hideg sötételet nagyon-nagyon nehéz elviselni fizikailag és pszichikailag is, ezt azért elképzelhetjük. Tehát ez tényleg ünnep, és egy ok az ünneplése, és egy alkalom arra, hogy jól érezzék magukat. És hát miután itt vannak a skandináv országok a múzeumban, meg lehet ismerni a hagyományaikat, de nem csak a Szent Iván napit, hanem úgy általában a svéd tradíciókat, a svéd koszorúkötést, a litván sört meg lehet kóstolni, kiállításokat lehet látni, tehát ezt az alkalmat a nagykövetségek arra is felhasználták, hogy bemutassák a saját országukat, hiszen mint az adott ország magyarországi külképviseletének ilyen fontos szerepe is van. És én igazán azt remélem, hogy ezzel a programmal, amikor este 10-ig nyitva tartunk, és a mesterséges fényekkel világítjuk ki a skanzent, akkor a fiatalokat érjük el. Azt a 25 és 35 év közötti generációt, aki rendkívül elfoglalt, sok aktív, szabadidős program áll rendelkezésére, és hát ez a nap, vagy ez a különleges nyitvatartás, ez a különleges program talán alkalmas lehet arra, hogy ezen a napon ezt a programot válasszák, és legközelebb is visszatérjenek a skanzenbe. A skandináv és balti országok nagyköveteinek részvételével nyitották meg a szombati ünnepséget a skanzenben. Nagy öröm számomra, hogy itt köszönhetem önöket, ezeket a hagyományokat bemutató, és reményeink szerint hagyománnyá lett rendezvényen és kezdeményezésen. Engedjék meg, hogy először gratuláljak mindazoknak, akik ötlettel, munkával, tudással és más támogatással hozzájárultak ahhoz, hogy ez a varázs itt ma valóságá váljon. Korosztálytól függetlenül bárki találhatott magának kedvére való elfoglaltságot a hétvégén a múzeumban. Szinte valamennyi tájegységben zajlottak a külföldi országok bemutatói.
Igazából nekem a barátnőm ész származású, és az észt követség, meg az észt intézet minden évben résztvevő. De az egyik ház az az észt ház, és mindenféle rendezvények vannak. Úgyhogy már tavaly is itt voltunk, ugye van némi észt kötődésem miatt. De nagyon szeretjük ezt a rendezvényt egyébként, meg lehet nézni a további nációkat, ilyen skandináv és balti országokat. Úgyhogy már tavaly is voltunk, akkor is nagyon tetszett. Úgyhogy igazából ez a fő oka. Korábban volt egy ilyen résztvevőként is, így csatlakoztunk az észtházhoz. Miért szereted a skanzent? Ezt meg lehet nézni itt, hogy hogyan éltek a régi emberek. Gondolom ez az oka, miért a legtöbb ember a skanzenbe szeret jönni. Főleg a budapestiek olyan modern kultúrában élnek, hogy hajlamosak elfeledkezni a hagyományokról, meg a kultúráról. Úgyhogy itt így vissza lehet térni így a gyökerekhez, és így. Mondjuk a mai nap az nem igazán a magyar kultúráról szólt, hanem inkább az északi népeknek a kultúrájáról. De gondolom, hogy ez a fő oka, miért ennyi érdeklődő van itt. A balti és skandináv népek hagyományai mellett természetesen azért a magyar Szent Iván napi népszokásokkal is ismerkedhettek a látogatók. A magyar néphagyományban régóta élnek a népszokások a Szent Iván nappal kapcsolatban. Ugye a Szent Iván napja a legrövidebb, illetve a leghosszabb nap, bocsánat, a leghosszabb nap a napi egyenlőség napja, és ekkor volt egy olyan szokás, hogy tüzet gyújtottak, és ezt a tüzet átugrották. Ennek volt egy olyan hatása, hogy aki átugrotta, egészséges lett, nem lett, mindenféle betegség elkerülte. Ha fiatal pár együtt ugrotta át, akkor az ő szerelmük valószínűleg, hogy beteljesedett abban az évben. A szurokhűvel kapcsolatban szeretném mondani, hogyha mondhatom, hogy ez már a nagyon régi, tehát már nem csak a magyar néphagyományban, hanem már a régebbi, a görögöknél, rómaiaknál is használatos volt. Van egy tisztító hatása a szurokhűnek, van egy olyan hatása is, hogy ha valamilyen mérgezés van, akkor ez valamilyen módon tisztítja a gyomrot. És ugyanakkor, hogyha a szerelmesek együtt fogyasztják, akkor ez megerősíti a szerelmüket. Tehát ilyen módon kapcsolódik a tűzugrás hagyományához, hogy ez is egy ilyen szerelem megerősítő hatást fejt ki. Szent Iván nap alkalmából este 10 óráig volt nyitva a skanzen, hiszen a sokak által várt esemény, a tűzugrás sötétben igazán élvezetes. Vasárnap tartották a Szentendrei Gyerekteátrum soron következő előadását. Bolba Éva és a Jesterland zenekar várta a gyerekeket a Dunaparti Művelődési Ház udvarán. A Gyerekteátrum szervezőinek fontos célja, hogy színvonalas, szórakoztató produkciókat állítsanak színpadra hétről hétre. A vasárnap fellépő Jesterland zenekar, mint ahogy a neve is mutatja, egy űrt szeretne a hazai gyerekzene piacon betölteni. Ez egy olyan gyerekzenekar, amelyik tulajdonképpen a jazzzenét szeretné megismertetni és megszeretetni a gyerekekkel, mint a felnőttekkel is, mert sajnos nagyon sok olyan felnőtt van, aki kicsit megrémül a jazz szó hallatára, és óckodik, és azt mondja, hogy hát ez nem biztos, hogy értem, nem biztos, hogy nekem való, de higgy el mindenki, hogy igen, ez egy emészthető műfaj is lehet. Kicsik mindig befogadóak, ők mindig jól veszik a lapot, hiszen nem egy modern jazz zenét játszunk nekik, hanem abszolút inkább egy ilyen archaikusabb, egy swingesebb, picit latinosabb vonalat követ a zenekar. Illetve vannak olyan számaink is, amik egyébként sehova nem lehet besorolni őket, mert inkább a hangokra épül, a hangszerek hangjaira épül, és azokat próbálja kicsit megmutatni a gyerekeknek. Hát természetesen gyerekeknek szóló szövegek vannak benne, állatokról, növényekről, játékról, papírsárkányról, csigáról, minden, ami nekik való. A háromtagú jazzzenét játszó gyerekzenekar Szentendrén is elvarázsolta a közönséget, repertoárjukon több jól ismert dal is szerepelt. Néha légy bolond, egy kicsikét, elrepül úgy a szürke gond, derül az ég, van abban valami báj, hogyha kacag a máj. Szárnyal a kedv, mint a kacsamadár, légy vidám, vagány, akár egy srác, fújt meg a tűköt, trombitáj, valamit játsz, ha baj van, mégse legyen soha, kedélyed léporos, ne is figyelj oda, mit mond egy főokos, szerintem az bolond, ki téged mindezért, paprika Jancsinak mond. Azt hiszem, ez gyerekhang, nem? Ti tudtok ilyen szépen magasan énekelni?
előadásba bekapcsolódhattak a gyerekek is, akik nagyon élvezték a koncertet. Jaj! Nagyon tetszett, végre minőségi gyerekzenét is hallhatunk. Otthon milyen zenéket hallgatnak? Hát a jazz az abszolút meghatározó, meg hát mostanában a gyerekzenéket leginkább, például igen, az Alma együttest is akár, de Volba Évának is most már voltunk többször a koncertén, a Jazz Dance koncerten, és mindig nagyon jól érezték magukat a gyerekek, úgyhogy örültünk, hogy most Szentendrén is vannak, és akkor eljöttünk. A gyerekteátrum következő előadása most vasárnap 10 órakor lesz a szokásos helyen, a Dunaparti Művelődési Ház udvarán, ahol az Ördög 9 kérdése című darabot láthatják majd a gyerekek. A Szentendre ma adását látták. Maradjanak továbbra is velünk, hamarosan kezdődik Sportkorzó című magazin műsorunk. Hírmagazinnal legközelebb holnap este 7 órakor jelentkezünk. Addig is visszakereshetik műsorainkat a tvszentendre.hu honlapon, ahol friss híreket is olvashatnak, de csatlakozhatnak oldalunkhoz a Facebookon is. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!